A tartomány 2016-os büdzséje a pótköltségvetés által megközelítőleg 1 milliárd 600 millió dinárral lesz nagyobb. Ez nem egy karcsúsító költségvetés, hanem jelentősebb mozgástér fog benne lenni. Másrészt pedig azért fogjuk támogatni, mert az a meggyőződésünk, hogy a felszabaduló pénzek, a plusz pénzek, azok olyan rendeltetésre vannak számva ebben a költségvetés módosításban, amik a mi számunkra is fontosak. Igor Mirovics, a tartományi kormány elnöke bejelentette, hogy a kormány elejét vette a költségvetés nem rendeltetésszerű használatának. Bejelentettük a Vajdasági Rádió és Televízió új székháza építésének a kezdetét. A nagyberuházási igazgatóság és a helyi önkormányzatok számos közös projektumát és a nagy egészségügyi beruházásokat, amilyen a három angioberendezés vásárlása is. Szeretnék emlékeztetni arra, hogy Vajdaságban mindössze két ilyen berendezés működik, Szerbia központi részében pedig 20. A tartomány ezentúl folyósítja a harmadik gyermek utánjáró és a diákutaztatási támogatást is. A pótköltségvetés az új politika körvonalait képviseli, amit majd a 2017-es büdzsé teljesít ki, fűzte hozzá a tartományi kormányfő. A Demokrata párt képviselői bírálták a pótköltségvetést, és további módosítási javaslatokat is előterjesztettek. Ennek a pótköltségvetésnek nincs fejlesztési jellege, nem korlátozó ott, ahol ilyennek kellene lennie, például a rezsiköltségek tekintetében. Ezen kívül a szociális jogokat is megnyírválja, mert csökkenti a menekülteknek és üldözötteknek, valamint a rokkantaknak járó juttatást. A Vajdasági Szociáldemokrata Liga nem támogatja a pótköltségvetést, mert az ellentétben áll az új tartományi kormány meghirdetett céljaival. A fejlesztési alap nyereségéből származó mintegy 800 millió dinárt, ahelyett, hogy visszaforgatnák a gazdaságba, ezen belül a mezőgazdaságba, most fogyasztásra használják. Ebből növelik a költségvetési tartalékot, a szerződéses kifizetéseket és az úti költségeket. A szociális juttatások ellen nincs semmi kifogásunk, de ez nem beruházási politika. Ezekre az eszközökre jövőre nem számíthatunk, hiszen az Alexa Santich birtok és a Szivácsi Bácska részvénytársaság eladásából származnak. Az ellenzéki Magyar Mozgalom és a VMDK egy-egy képviselője némi fenntartással ugyan, de támogatja a pótköltségvetést. Csak a nemzeti tanácsoknak a támogatása, vagyis a nemzeti tanácsoknak a munkájának a támogatása növekszik tételként, míg azok a kultúrprogramok, amelyeket a titkárságok hajtanak végre, és amelyek a nemzeti közösségeket érintik, azok a tételek nem emelkednek. Sajnos elmulasztotta ez a kormányzat, hogy nagyobb eszközöket fordítson a mezőgazdasági fejlesztési alapba. 40 millióról 42 millióra lett az összeg emelve. A Szerb Radikális Párt képviselői úgy vélik, a pótköltségvetés semmin sem változtat, hiszen az eszközök legnagyobb része a közfogyasztásra megy. Az új parlamenti többség nem mutatott fel eredményeket az első 100 nap alatt, mert ahelyett, hogy a vajdasági polgárok érdekeit szem előtt tartva dolgozott volna, csupán káderpolitikával foglalkozott. Az ülés elején a házelnök közölte, hogy Jelena Balázsevics és Amir Biszlimi kiléptek a Demokrata párt fémjelezte parlamenti frakcióból.